Egyötöd játék, négyötöd reklám. Tökéletes egyensúlyban van, ahogy mindennek kellene. Na, hello srácok, itt vagyunk a Google Play kommentek újabb részével. Google, Google! Neked is kérdek is Google, mi? Google! Google, 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 Google! Fattopó geti rohadék. Nem tudok dönteni a lószar és 2,518 kg higított paradicsom lében ázott barnás árnyalatú fika kifejezések közt a játék jellemzésekor. A 2,518 kg higított paradicsom lében ázott barnás árnyalatú fika leírása az sokkal több időt vesz igénybe, ezért inkább a lószarra jellemezd. Nagyon jó, akarom mondani egy kupac szar. Ja, semmi gond, semmi gond. Megesik, hogy félre mondja az ember. Én is néha valamire azt akarom mondani, hogy nagyon jó, és akkor véletlenül azt mondom rá, hogy egy kupac szar. Meg előfordul. Jó a játék, kevés benne a reklám, de egyszer megunom, azért egy csillag. Ja, szóval ha egyszer megunsz valamit, akkor az utána már nem jó játék. Szóval addig jó játék volt, de már meguntad, akkor utána már nem jó játék, akkor már az a legszarabb játék a világon. Értem. Legszívesebben kihánynám. Mi, megetted a játékot, vagy mi? Kurvára rossz, megyek ast már rossz, ne játszatok ezzel. Hú, kösz, hogy megmentettél. Én akartam vele játszani, de most, hogy tudom, hogy rossz. Én a rost azt nagyon messzire elkerülöm. Bárhol meglátom, hogy rossz, oda sose megyek. Meg azt, olyan játékkal, ami rossz, azzal sose játszok. Egy utálatos, büdös játék. Ezt még jobban utálom, mint Hamza Alexet. Hamza Alex? Ez kicsoda? Megnézem, várjátok. Szarfos szutyok. El lehet vele lenni, fos. Ezt mi valaki fogva tartja és rákényszerítette, hogy rossz véleményt írjon erről a játékról, és akkor így belecsempészte az éjbe, hogy hát el lehet vele lenni egyébként, ne mondjátok el a fogvatartóimnak, mert különben nagyon csúnya dolgokat csinálnak velem, hogy ez kiderül. Ezért is írtam zárójelbe, mert ők nem látják. Ezt így kicsempésztem, ezt az információt innen a fogvatartóimtól, hogy el lehet vele lenni, úgyhogy igazából jó ez a játék. Kitelepítettem és esőbe beindult, utána meg nem, és egy kicsit nehéz, és amúgy jó elmegy. Hát, hogyha esőbe próbáltad ki, és ott beindult, és utána meg nem, akkor az lehet, hogy azért lehet, mert tönkrement a telefonod. Mert esőben nem játszunk játékkal, telefonunkkal. Érted? Remélem infarktust kap az a szemét, hogy ilyen játékkal ilyent tett. Az a kis dedós elfeletete, hogy vannak, akik nem bírják a nehéz játékokat. Badd meg, te dedós fejlesztő. De ezek a dedós fejlesztők nem tudják, hogy van, aki allergiás a nehéz játékokra. Van, aki nem bírja a nehéz játékokat. Egyszerűen olyan nehéz az a játék, hogy egyszerűen nem bírja. Próbálja így a játékot felemelni, hogy... De egyszerűen nem bírja felemelni, hát nem bírja, olyan nehéz az a játék, nem bírja. Nem lehet... Én nem értem, hogy 2019-ban hogy nem lehet ezt tudni, hogy valaki nem bírja a nehéz játékokat. Egyszerűen fizikailag képtelen elbírni a nehéz játékokat. Szara jegyzék, életemben nem játszottam vele, de akkor is szara játék. Nem az, amit most, ez más kecskehús, azt marhahús. Marhahúsos kecskehús, kecskekulcsos kecskehús, kecskehúsos marhahús. Kecskehús, húsmarha, f... kecskehúsos g... és egy kis kecskehús, és egy kis kecskehúsos g... g... húsos, kecskehús, szeged, sziksos, kecskehús, kecskés, marhás, ez egy fa, a g, a betű, a, kelljér már, bazd meg. Halljátok, hát mire végig olvastam ezt a kommentet, meg is éheztem egy kis kecskehúsos marhahúsra. Nem tudom miért pont arra, de... Hát ez... Olyan, mint egy jó játék, csak sokkal szarabb. Igen, ez általában így szokott lenni a rossz játékokkal, hogy
Hát igazából tök olyan, mint egy jó játék. Játszol vele, mintha egy jó játékkal játszanál. Csak valójában sokkal szarabb. Szerintem túl hülyeség. Biztos, hogy hülyeség? Biztos, hogy hülyeség? Sokan verik a fakukat. Ezt a kommentet egyébként egy nézőnktől kaptuk, nevezetesen a Szilárdtól. Ja, és ezzel kapcsolatosan szeretném azt elmondani, hogy küldtetek sokan kommentet, viszont sajnos rájöttem, hogy nagyon macerás így beleszedni a... Mert ugye nekem ezen a telefonomon nincs Instagram, a Máté szokott instagramozni, és hogy a Mátétól átküldjem az én telefonomra a képeket, az több idő, mint a... hogy én összeszedem saját magamnak a Play áruházban, szóval valószínűleg nem nagyon fogok beletenni ilyen kommenteket, amiket küldtök, vagy összeszedem inkább magamnak, de köszönjük szépen azokat, amiket eddig küldtetek, és hát sajnos ez van. Életem eddigi legszarabb játéka. Szar grafika, semmi befekt, szar az egész. De milyen játék ez? Semmi befekt. Befekt nélküli játék. Ti játszottatok már olyan játékkal, amiben nem volt befekt. Egyszerűen. Most nem is tudom, hogy mit gondoltak a készítők. Minden egyes játékba legalább 10 befekt kell, hogy legyen. Szar. 100 orr szar. 100 orr szar. Szóval ez 100 orrból van ez a szar. Szóval valaki fogta, fogott 100 orrot, és beletette a tányérjába, és megette, és aztán kiszarta, és akkor az a 100 orr szar. Remélem értető. Én visszamegyek az időben, és megölöm azt az embert, aki ezt kitalálta. Nézzük a következő kommentet. Szar, nem lehet védekezni. Hát igen, sajnos ez így van. A szar ellen egyszerűen nem lehet védekezni. Akármit csinálsz, egy idő után el kell menni. Egy idő után el kell menni, mert különben beszarsz a gatyádba. A macskám azt mondta jó, de a kecském ragaszkodott ahhoz, hogy ez egy rossz játék. Amúgy oké. Okay. Hát én azt javasolnám, hogy fogd meg a macskádat, meg a kecskédet, és akkor egy Fortnite Battle Royale meccsben játsszák le ezt egymással, és akkor aki nyer, annak lesz igaza. Nem tudom, hogy lehet dolgokat venni. Írjátok le, kérlek, please. Én elmondom neked, hogy lehet dolgokat venni. Hát ez nagyon egyszerű, kérlek szépen. Bemész egy bizonyos boltba, egy olyan boltba, ami azzal foglalkozik, amilyen terméket te szeretnél vásárolni, és fogod, odamész, kiválasztod a terméket, amit szeretnél, odamész a kasszához, és akkor ugye van több opciód is, van készpénzes fizetés, az azt jelenti, hogy fogod és előveszed a pénztárcádból a pénzt, és akkor kifizeted, vagy van bankkártyás fizetés, az pedig az, hogy oda teszed a bankkártyádat, és akkor lehúzod, vagy beírod a kódodat, és akkor így úgy fizet. Szóval, hát igen, így lehet dolgokat venni. Ez egy nagy rakás szar, Rage Game se nevezhető, k***a szar játéknak se nevezhető szartalicska. Szóval akkor ez egy nagy rakás szar, szartalicska. Mert ugye a másik két dolog, amit felsoroltál, annak nem nevezhető, szóval ezt azt ki kell hagyni. Aki kitalálta azt, hogy harc közben az én életem folyamatosan csökken, az enyémé pedig nem, az kötötte volna fel magát inkább. Undorító ez benne. A te életed csökken, a tiéd pedig nem. Mi ez, valami személyiség? Gollam? Gollam? Te vagy az Gollam? Gollam! A... Kiveri a kezemből a kardot, bam, meg nem bírom felvenni a földről, vagy mi. Ti regenerált faszok. Te regenerált. Ti megsérült faszok voltatok, és most regenerálódtatok, és most már regenerált faszok vagytok. De ha már regenerálódtatok, akkor legalább miért nem tudtok egy normális játékot csinálni? Ha? Azt megmondta nekem valaki, mi? Mondja már meg valaki, ha? Ennyi, nincs hozzáfűzni valóm. A vélemény önmagáért beszél. Igen, ez valójában önmagáért beszél, a semmi. A semmi az valójában önmagáért beszél, mert nem mondtál, sem írtál semmit. Csak azt írtad le, hogy na ennyi a véleményem. És előtte nem írtál semmit. Szóval semmi a véleményed. És az önmagáért beszél, ugyanis nincs véleményed a játékról.
Nos hát srácok, ez lett volna a Google Play kommentek ezen része, ez volt az utolsó komment. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem akkor, hogy tetszett, akkor lájkoljátok, ha igen, esetleg osszátok, megírjátok kommenteket, mindenféle ilyesmit, ha csináltok, az segít abban, hogy ezt a videót többen lássák. Szóval ezeket, hogyha megteszitek, azt nagyon szépen megköszönjük természetesen. És akkor még egyszer az Instagramra tovább ne küldjetek képeket, vagyis nem érdemes képeket küldeni, mert valószínűleg nem fognak bekerülni, mert túl macerás, és így elég sok dolgom van. Úgyhogy nekem úgy egyszerűbb, hogy saját magamnak összeszedem. Úgyhogy, ja. Na mindegy, akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!